Nézzük akkor, hogyan is lehet ingyenesen regisztrálni a DXN rendszerében. Ha rákattintunk az ingyenes regisztráció linkre, akkor elvisz bennünket a nemzetközi DXN oldalra, ahol 8-as kezdetű számmal, ID-számmal tudunk regisztrálni. Amikor belépünk az oldalra, akkor felugrik rögtön egy ilyen üdvözlő panel, ahol angolul elolvashatunk néhány fontos dolgot. Hát ezt most be is zárhatjuk. Tehát itt vagyunk az eWorld-ben, ahol az ingyenes regisztrációt meg tudjuk tenni. Ha megnézzük, elég egyszerű kitölteni ezt a regisztrációs oldalt. Hát esetleg annyit megtehetünk, hogy átállunk magyarra, és akkor már minden adat magyarul jön. Tehát itt a fontos tudnivalók, milyen feltételei vannak ennek a regisztrációnak, ezt végigolvashatjuk, majd bezárjuk az oldalt. Tehát most már jól látjuk, hogy ingyenes regisztrációs oldal magyar nyelvű. Ezt az oldalt kell kitöltenünk ahhoz, hogy ingyenesen be tudjunk regisztrálni az oldalba. Lássuk akkor. Csillaggal vannak jelölve a kötelezően kitöltető mezők, így mint ország. Megkeressük Magyarországot, Hungary. Igen. A szponzorkód az eleve be van írva, itt látható az én szponzorkódom és a nevem, de amennyiben más van, tehát mástól kaptad a linket, akkor az ő nevének és szponzorkódjának kell beillesztve lenni. Így hozzá tudsz regisztrálni. Nézzük akkor a teljes nevet. Férfi születési időt ki lehet választani, a születési időt. Nyilván 18 éven felüliek regisztrálhatnak, ezért egy olyan dátumot kell kiválasztanunk, ami régebbi, mint jó, legyen akkor egy dátum, útlevélszám, hát ezt nem szükséges kitölteni, a nemzetiség az viszont fontos, tehát itt is a magyar, igen, telefonszám, egy olyan telefonszámot, ami élő, ugyanis erre is elküldhetik a regisztrációs kódot. Ha rossz számot írunk, akkor nem fogjuk megkapni, és akkor nézzük a e-mail címet, ebben az esetben, egy pillanat, e-mail, ez az e-mail cím legyen a Tehát ha beírtuk az adatokat, akkor haladhatunk tovább. Kedvezményezett információk. Tehát ez azt jelenteni, hogy örökölhető ez a DXN tagság. Hát ha valaki egy komoly hálózatot felépít, és ebből komoly jövedelme származik, ezt természetesen elhalázás esetén, vagy egyéb okok miatt örökölnie lehet. Itt még nem muszáj ezt kitölteni, egyébként is ez egy ingyenes regisztráció, tehát ebben az esetben a hálózatépítés valószínűleg nem számottevő lehetőségként jelenik meg. Nézzük akkor a címet. Ez nagyon fontos, hogy ezt kitöltsük. Itt a Select State-nél, tehát az államnál itt ki kell húznunk. Üresnek kell lenni, mert csak így tudjuk beírni. És akkor nézzük.
A cím az utca, város, és irányítószám, amit be kell írnunk. Fontos, hogy pontos címet adjunk meg. A utolsó lépésként el kell fogadnunk egy nyilatkozatot, ami 5-6 pontban a legfontosabb jellemzőket taglalja. Hát itt ilyenek vannak, hogy pontosak az adatok, egy év, tehát korábban nem voltunk tagjai már a DXN hálózatának, tehát nem egy újabb regisztrációt fogunk itt megtenni. Aztán megértettem a jelentkezés feltételeit, elolvastam a szabályokat és a felhasználási feltételeket, valamint a személyes adatok kezeléséről van itt egy kis tájékoztató. Elfogadom a fenti nyilatkozatot, ha ezt nem jelöljük ki, akkor nem fog a regisztrációnk lezajlani. Ha mindent kitöltöttünk, még egyszer ellenőrizzük le, tehát ha mindent kitöltöttünk, akkor a új regisztráció gombra kell kattintanunk. Jó. Megjelent egy információ, hogy az üdvözlő levél ki lett küldve, amiben benne van a legfontosabb adatok közül, például a tagneve, a tagsági kód, a szponzorneve, a szponzorkódja és a csatlakozás dátuma is. Ezt a levelet a regisztráló megkapja, és a regisztráció véglegesítéséhez még egy-két dolgot meg kell tenni. Tehát az elküldött regisztráció után, ha bemegyünk a levelező listánkra, az e-vertől érkezett levelet kell megtalálnunk. Megnyitva a levelet, megtaláljuk benne az aktiváló kódot és aktiváló linket, valamint néhány adatot, ami fontos lehet számunkra. Nézzük akkor, ha az aktiváló linkre kattintunk, akkor megjelenik a e-word, de jegyezzük meg ezt az aktiváló kódot, 7087, igen. Na, hát itt kitöltötte, de valószínű, hogy nem jól töltötte ki nekünk. Tehát 7087, ide pedig egy jelszót kellene beírnunk, ami nagybetűt, kisbetűt és számokat tartalmaz. 6 vagy 8 karakter legyen legalább. Választottam egyet, beírom, és megpróbáljuk elküldeni az aktiválásra. Tehát itt vagyunk a főoldalon, amit ha ugye átállítunk magyar nyelvre, akkor magyarul látjuk a menüpontokat, bejelentkezés. Megnézhetjük, hogy be tudunk-e a tagsági kódunkkal, a jelszavunkkal jelentkezni. Beírjuk a jelszavunkat, minden esetben kér egy ilyen biztonsági kódot a rendszer. 4, 2, 3, 4, amit beírunk, és utána, ha elküldjük, akkor jegyeztessük meg akkor.
néz ki, bejelentkeztünk, nézzük, meg ellenőrizzük, saját fiók, személyes információk. Jó, és akkor itt látjuk az adatainkat. Hát itt a termékek között kereshetünk, most kijelentkezek akkor, tehát tulajdonképpen nem sok dologra kell ezt használnunk. Ezzel a kóddal azonban, amit itt megkaptunk, ezzel tudunk törzsvásárlói áron rendelni akármelyik barna oldalról. Nézzük akkor ez hogyan lehetséges. A terméklapra megyünk. Itt kiválasztjuk azt a terméket, amit szeretnénk törzsvásárlói áron megvásárolni. Itt látszik, fel van tüntetve mind a két ár, tehát a fogyasztói ár és a legalább 25%-kal olcsóbb törzsvásárlói ár. A kiválasztott terméket belerakjuk a kosarunkba, választunk akkor például egy White Puffit, vagy tegyünk még hozzá egy Black Coffee-t is. Amikor befejeztük a vásárlást, akkor összesíti a termékeket. Hát itt még tehát itt van a rendes ár és a törzsvásárlói ár is. A megrendelemre kattintva kiad egy újabb oldalt, ahol be tudjuk állítani már törzsvásárló vagyok, tagsági számom, és akkor ha ide beírjuk ezt a 8-assal kezdődő számsort, valamint kitöltjük a számlázási adatokat, akkor törzsvásárlói áron juthatunk hozzá a termékekhez. Tehát ez az ingyenes regisztráció elsősorban erre szolgál, azok a fogyasztók, akik nem szeretnének hálózatot építeni, megelégszenek a törzsvásárlói áron történő vásárlással, könnyen jussanak a termékekhez. Köszönöm, hogy meghallgattál!